Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy a világ üdvözüljön általa. Ma Jézusnak több mint 1 milliárd követője van. A keresztény hit kezdetét 4 evangéliumban jegyezték fel. A többi evangélium más eseményt is elbeszél, ez a történet azonban teljesen Lukács evangéliumából való. Sorjában megírom néked, Derék Teofilus, a kétségtelen valóságot azokról a dolgokról, amik közöttünk történtek. Azokban a napokban, amikor Rómában Augustus volt a császár és Heródes Júdea királya, Isten elküldte Gábriel angyalt Názáret városába egy szűzhöz, akit Máriának hívtak. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme fogansz méhedben, fiút szülsz, és őt Jézusnak nevezed. De hogy lehet ez? Én szűz vagyok. A Szentlélek jár át, és megszülöd őt, kit a magasságos fiának mondanak majd. Királysága mindörökké tart. Mária pedig elindult Júda városába, hogy meglátogassa unokanővérét Erzsébetet, aki szintén terhes volt. Erzsébet! Mária! Édesugom Mária! Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Amikor meghallottam a köszöntésedet, a magzat a méhemben örömében megmozdult. Magasztalja lelkem a mindenható Urat, és az én lelkem is nagy örömmel újjunk az én Istenemben. Mostantól boldognak mond minden nemzedék. Hallja Názáret minden népe! Augustus császár parancsára népszámlálást fogunk tartani Galileának és Júdeának minden tartományaiban. Mindenki köteles megjelenni azon a helyen, ahol ősei születtek. Mária is elment jegyesével Józseffel a júdeai Betlehembe, hogy összeírják őket. De már nem volt számukra hely a vendégfogadókban. Egy istállóban kaptak végül szállást. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, és őrizték anyájukat éjszaka. Az Úr angyala megjelent nekik, és Isten dicsősége körül ragyogta őket. A mai napon Dávid városában megszületett a megváltó, az Úr Jézus. A pásztorok siettek, hogy minél előbb láthassák az újszülöttet. Ők voltak az elsők, akik szétvitték az örömhírt, hogy Mária megszülte a világ megváltóját. Amikor eljött az idő, hogy a kisdedet körülmetéljék, szülei a Jézus nevet adták neki. József és Mária felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. A templomban volt egy kegyes ember, akinek a Szentlélek megígérte, hogy nem hal meg addig, amíg nem látja Krisztust. Simeonnak hívták. Uram Istenem, most bocsásd el hűséges szolgádat békével a te szavad szerint. Mert az én szemeim látták az üdvözítőt. Ez a gyermek Isten választotja. Legyetek áldottak mindketten.
Miután mindent elvégeztek Mózes törvénye szerint, visszatértek Jeruzsálemből Názáretbe. Mikor Jézus 12 éves lett, József és Mária felvitték Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor elindultak hazafelé, azt hitték, hogy a fiú velük van. Jézus azonban ott maradt Jeruzsálemben. Szülei visszatértek a városba, hogy megkeressék. Csak 3 nap múlva találták meg a templomban. Rabbik és bölcsek fogták körül. Kinek a gyermeke ez, hogy ilyeneket kérdez? Názáretből való. Azt hittük, hogy velünk van. Kérlek, bocsássatok meg neki. Aki csak hallotta őt, csodálkozott. Fiam, miért tetted ezt velünk? Apád és én aggódva kerestünk mindenütt. Hogy kerestetek? Nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgai a fontosak? Visszament velük Názáretbe, és növekedett lelkileg, testileg, Isten és az emberek előtt kedvességben. Narrátor Sinkovics Imre. Jézus magyar hangja Szakácsi Sándor. Bemutatjuk a Jézus élete című filmet. A film kizárólag Lukács evangéliumát dolgozza fel. A szinkron a Magyar Televízióban készült 1985-ben Budapesten. Szinkronrendező Bajored. Tiberius császár uralmának 15. évében Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, és Heródes Galilea fejedelme, Annás és Kajafás a főpapok. És szólt az Úr Jánoshoz a pusztában, és ő körbejárta a Jordán egész környékét, hirdetve a megtérés keresztségét, hogy bűnbocsánatot nyerjenek. Térjetek meg! Keresztelkedjetek meg! És Isten megbocsátja bűneiteket! Ahogy írva van Ézsaiás próféta könyvében. Az ő kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek el az Úr útját! Tegyétek egyenessé az ösvényét! Minden szakadékot töltsetek fel! Minden hegyet, halmot hordjatok el! Legyen a görbe út egyenessé, és a göröngyös simává! És meglátja majd minden halandó a szabadítást! De hát mit tegyünk? Mondd meg, hová forduljunk! Ti viperák fajzatai! Akinek van 2 inge, adja az egyiket annak, akinek nincs. Akinek van élelme, hát ossza meg! Tanító! Mi vámszedők vagyunk. Mit tegyünk? Na, ez jó kérdés. Ne szedj többet, mint ami jogos. Na és mi? Mi mit tegyünk? Ne vegyetek el senkitől semmit erőszakkal. Ne vádoljatok meg senkit sem hamisan. És ne kérjetek még több zsoldot. Mondd meg! Te vagy Krisztus! Én megkeresztellek vízzel, de jön valaki, aki sokkal nagyobb, mint én vagyok. Én nem vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. Ő a szent lélekkel és a tűzzel keresztel. Szórólapátjával megtisztítja a szérűjét, és a gabonát a csűrébe takarítja. És
és Isten szent lelke galamb formájában szállt le Jézusra. És hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus 30 éves lehetett, amikor elkezdte munkáját. Szent lélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek a pusztába vezette, ahol az ördög 40 napon át kísértette. Egész idő alatt nem evett semmit. Ördög kígyó formájában így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, parancsolt, hogy egy kő változzék kenyérré. Megvan írva. Nem csak kenyérrel, hanem Isten minden igéjével él az ember. Akkor az ördög felvitte egy magaslatra, és megmutatta neki a föld minden országát. Neked adom mindezt a hatalmat és gazdagságot. Nekem adatott is, annak adom, akinek akarom. Minden a tied lesz, ha imádsz engem. Megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ezután az ördög elvitte Jeruzsálembe, és a templom tetejére állította. Ha Isten fia vagy, vesd le magad innen, mert megvan írva, hogy Isten angyalai őrizni fognak téged. Az is írva van, hogy kezükben fognak hordozni, nehogy kőbe üsd a lábadat. Az írás mondja, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Jézus elment Názáretbe, ahol felnevelkedett. Szervusz! Szervusz! Szokása szerint szombat napján bement a zsinagógába. Ott megkérték, hogy olvasson fel egy részt Ézsaiás próféta könyvéből. Az Úr lelke van én rajtam. Felkent, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem, hogy eljött az Úr kedves esztendeje. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Beteljesedett az írás? Csak a messiás tudja betölteni az ígéretet. Hogy bizonyosodhatunk meg? Hallottam. Hogy ez miket beszél? Bizonyára azt mondjátok nekem is. Orvos, gyógyítsd meg magad. És azt is mondjátok. Cselekedd a saját városodban, ami Kapernaumban történt. Mondom nektek, egy próféta sem kedves a maga hazájában. Gyere!
messiást, Isten felkentjét, akit ő népe megváltására küldött, nem fogadták el a zsidók. Le akarták taszítani a szikláról. De ő keresztül ment a sokaságon, és eltávozott. Majd Galilea egyik városába, Kapernaumba ment. A római megszállás igájában szenvedő nép várta, hogy eljön a messiás, aki felszabadítja őket a zsarnokság alól. Béke veletek. Veled is, mester. Felvennél a hajódra, Simon? Miért ne? Itt hagy minket. Elmegy. Szólj hozzá! Ne hagyj itt minket! Egyszer két ember ment a templomba imádkozni. Az egyik egyházi elöljáró, a másik vámszedő. Az egyházi elöljáró így imádkozott magában. Istenem, köszönöm, hogy nem vagyok pénzéhes, becstelen és parázna, mint egyesek. Köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ott az a vámszedő. Hetenként kétszer böjtölök, és a tizedet mindenből megadom. A vámszedő távol megállt, és a szemét is alig merte fölemelni. Sőt, a mellét verve így szólt: Isten, irgalmazd nekem bűnösnek! Mondom nektek, ez ment haza megigazulva, nem az egyházi elöljáró. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik. És aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Evezzetek ki a hajóval a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat. Ó, mester, egész éjszaka keményen dolgoztunk, és semmit se fogtunk. De hogyha te mondod, kivetem a hálóimat. Jakab! János! Tőlem, uram, mert bűnös ember vagyok. Ne félj, Simon. Mostantól embereket fogsz halászni. Nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aki figyel az én beszédemre, az kap örök életet. Aki magát megtagadja, azt szereti az Úr. Jézus! Könyörgök, ments meg a lányomat! Uram, könyörülj rajtam! Még csak 12 éves és haldoklik. Könyörgöm, gyere velem! Nagyon sajnálom. Jézus! Meghalt a lányod. Ne fárazd a tanítót. Ne félj. Csak higgy, mert ő meggyógyul. Meggyógyul.
Ne sírjatok. Csak alszik, nem halt meg. Adjatok neki enni, és kérlek, hallgassatok arról, ami történt. Majd Jézus látott egy vámszedőt, akit Máténak hívtak. Ott ült a kapunál, ahol a vámot kellett fizetni. Gyere velem. És Jézus fölment a hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Istennel töltötte. Amikor kivilágosodott, kiválasztott 12-t, akiket a tanítványoknak nevezett. Elhívta Simont, akit Péternek nevezett. Andrást, a testvérét. Jakabot. Jánost. Fülöpöt. Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, Simont, a Zelotát, Júdást, Jakab fiát, és Iskariótes Júdást, aki később elárulta őt. Boldogok a szegények, mert övék az Isten országa. Boldogok, akik éheznek, mert ők kapnak eleget. Boldogok, akik sírnak, mert ők nevetni fognak. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek, megvetnek és bántalmaznak, és rosszat mondanak rólatok az emberfia miatt. Örüljetek és táncoljatok, mert nagy jutalmatok lesz a mennyben. Ezt művelték az őseik is a prófétákkal.
Kövessetek. 18, 19, 20. Hát csak ennyi pénzem van. Hogy csak ennyi pénzed van? Jaj, nektek, akik gazdagok vagytok. Életetek könnyű volt. Annak már nem kell gazdagság. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és gyászolni fogtok. Jaj, ha jót mondanak rólatok, mert őseik is dicsérték a hamis prófétákat. Én azt mondom neked, szeresd ellenségedet, és tégy jót vele. Áld, aki átkoz, és imádkozzál érte. És aki megüt jobb felől, tartsd neki a bal orcádat is. Ha valaki elveszi a kabátodat, add neki az ingedet is. Ha valaki kér tőled, annak adj. És ha tiédet elveszik, ne akard visszakapni. Tedd másokkal, amit magadnak is elvársz. Könnyű azokat szeretni, akik titeket szeretnek. Miért kapnátok érte áldást? A bűnösök is eképp szeretnek. És ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jók, miért kapnátok érte áldást? A bűnösök is ezt teszik. Hogy érintheti őt? Hogy beszélhet vele? Undorító, szégyenleti magát. Nem. Szeresd ellensége, és tégy jót vele. Aki kölcsönt kér, annak adj, és nagy lesz a jutalmad. A magasságos fiai lesztek. Ő jóságos a gonoszokkal szemben is. Legyetek irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. Ments meg minket, ura! Ne ítélj, és nem ítélnek! Ne vádaskodj, és nem vádolnak! Bocsáss meg, és bocsánatot nyersz! Vezess az utadon, uram! Adjatok, és adatik nektek! Mert azzal mérnek nektek is, amivel ti mértek! Vak nem vezethet világtalant, mert mindketten a verembe esnek! Miért nézed a szálkát testvéred szemében, hisz a tiédben gerenda van? Vezess minket, mester! Segíts rajtunk, uram! Boldog lehet az az anya, aki téged szült és táplált. Boldogabbak, akik hallják Isten igéjét, és engedelmeskednek. Szeretném megismerni őt. Gondolod, hogy ő a Mesiás? Ez a farizeus meghívta Jézust, hogy ebédeljen vele, és Jézus bement a házba, leült és evett. Na gyerünk, gyerekek, kifelé. Azt mondtam, kifelé. Ahol csak vannak, mindig bajt csinálnak. Hát ez meg mit keres itt? Igazán próféta volna, tudnia kellene, hogy ki ez a nő. Tudnia kellene, hogy milyen bűnös életet él. Tudom, ki ez a nő, Simon. Hadd mondjak valamit.
Volt két ember, akik tartoztak valakinek. Az egyik 500, a másik 50 ezüsttel. Nem tudtak fizetni, így a hitelező elengedte az adósságukat. Melyikük szerette őt jobban? Gondolom az, akinek többet engedett el. Igazad van. Látod ezt a nőt? A házadba jöttem, s te nem mostad meg a lábamat. Ő könnyeivel mosta meg, s a hajával szárította. Te nem köszöntöttél csókkal. Mióta itt vagyok, ő a lábamat csókolja. Nem kented meg a fejemet olajjal. Ő a lábamra locsolja az illatos olajat. Mondom neked, nagy szeretete mutatja, hogy sok bűne bocsáttatott meg. Kinek kevés bűne bocsáttatott meg, kevésbé is szeret. Bűneid megbocsáttattak. A hited megtartott. Menj békével. Én... Jézus sok felé járt és hirdette az Isten országa evangéliumát. Vele volt a 12 tanítvány és néhány asszony, akikből démonokat űzött ki. Mária, akit Magdalénának neveztek, Johanna, Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsánna. Heródes, Galilea fejedelme börtönbe vetette keresztelő Jánost, mert az bűnösnek tartotta őt, amiért a sógornőjét vette el. Mondjad! Éppen Náin főkapujához érkeztünk, amikor egy gyászmenettel találkoztunk. Egy özvegy egyetlen fia volt a halott. Jézus szíve megindult az anya nagy bánatán. Megérintette az ifjú fejét, és azt mondta, ifjú, kelj fel! És akkor a halott felült. Jézus visszaadta őt az anyjának. Kérdezz meg tőle. Mondd, te vagy az eljövendő, akiről János szólt? Vagy még tovább kell várnunk? Mester! Mester! Keresztelő János kérdezi tőled, hogy te vagy az eljövendő, vagy pedig mást kell várnunk. Mondd el Jánosnak, mit láttál és hallottál. A vak lát, a sánta jár. Boldog, aki nem kételkedik bennem. Gyere, föremellek! Most már látod? Igen, ő az, Jézus! A magvető kiment vetni. Vetés közben némelyik mag az útszélre esett és eltaposták. Vagy a madarak ették meg. Némelyik sziklásföldre esett. És amikor kibújt a növény, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik tövis közé esett. És az egyre növekvő tövisek megfojtották. Némelyik a jó földbe esett, és amikor kibújt a mag a földből, száz annyit termett. Mester, miért beszélsz példázatban, amikor a sokaság hallja? Az Isten országa titkainak ismerete nektek adatott, de másnak példázatban szólok, mert ők csak néznek, de nem látnak. Hallanak, de mégsem értenek.
példázat jelentése ez. A mag az Isten igéje. Akiknél a mag az út félre esett, hallják az igét. De az ördög kiragadja azt a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a mag sziklás földbe esett, azok örömmel fogadják az igét. De annak nincs gyökere. Hisznek egy ideig, de a próbatételek alatt elpártolnak. Akiknél tövisek közé esett, azok hallják az igét. De az élet gondjai, bajai és élvezetei megfojtják azt bennük. És nem érlelnek termést. Mi maradt még hátra? Ahol a mag jó földbe esett, ott hallják az igét, kitartanak mellette. És gazdag gyümölcsöt terem életük. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel. Ágyalá sem rejti. Inkább a tartóba teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Minden rejtett dolog napvilágra jön. És nincs titok, ami ki ne tudódna. Vigyázzatok hát, hogyan halljátok. Mert akinek van, annak adatik. De akinek nincs, attól az a kicsi is elvétetik, amiről azt hiszi, hogy van. Tanító, anyád és testvéreid kint állnak. Látni akarnak. Az én anyám és testvéreim azok, akik hallják az igét, és megtartják. Egy napon Jézus tanítványaival hajóra szállt, és így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Amint hajóztak, Jézus elaludt. Aztán áthajóztak Gadara földjére, ami Galileával átellenben fekszik. Istennek fia, mit akarsz tőlem? Könyörgök, ne büntess engem. Mi a neved? Légió. Uram, könyörgök, ne küldj minket az alvilágba. Hadd menjünk a disznónyájba. Hé, vissza! Halljatok meg!
és a démonok kimentek az emberből, vissza! És vissza! Belementek a disznókba. Menj el! Te varázsló, menj innen! Tűnj el! Hagyd minket békén! Menj el! Távozz innen! Követlek bárhová is, mégy. Kérlek, hadd menjek veled. Menj haza. És mondd el, amit Isten tett veled. Mester, bocsásd el a sokaságot, hogy a környéken lévő falvakba is tanyákra mehessenek, ahol szállást és élelmet kapnak. Elhagyott helyez. Ti adjatok nekik enni valamit. De hiszen nekünk sincs több 5 kenyérnél és 2 halnál. Áldott vagy, ó Úristen, mindenség királya, aki kirendelted a kenyeret a földből. Kinek tartanak engem? Vannak, akik Keresztelő Jánosnak. Mások pedig Illésnek vélnek. Megint mások azt mondják, hogy egy régi-régi próféta kelt életre benned. No és ti? Kinek mondotok? Krisztusnak, az Isten fiának. Ezt senkinek nem mondjátok el. Az emberfia szenvedni fog, megvetik, és a halálnak adják. De harmadnapon feltámad majd. Követ engem közületek. Én követlek, mester. De előbb enged, hogy elbúcsúzzam a családomtól.
Aki az eke szarvára veti a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Aki követni akar engem, tagadja meg magát. Vegye fel naponta keresztjét és kövessen. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, értem, megmenti azt. Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt vall? Aki szégyel engem és a beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga és az atya dicsőségében. Vannak itt olyanok, akik nem halnak meg, amíg meg nem látják az Isten országát. Akkor Jézus maga mellé vette Jánost, Jakabot és Pétert, és felment a hegyre imádkozni. Miközben imádkozott, az arca elváltozott, és a ruhája fényesen tündöklött. Hirtelen két férfi jelent meg mennyei dicsőségben. Mózes és Illés. Végrehajtod Isten tervét. Jeruzsálemben fogsz meghalni. Mikor távozni akartak, Péter azt mondta Jézusnak. Mester, olyan jó nekünk itt. Három sátrat építünk. Egyet neked, egyet Mózesnek. Amíg Péter beszélt, egy felhő szállt alá és beborította őket. A tanítványok pedig féltek. És egy hang hallatszott a felhőből. Ez az én fiam, akit kiválasztottam. Őt hallgassátok. Tanító, könyörgök, tekints a fiamra. Kérlek, segíts rajta. Ő az egyetlen gyermekem. Kértem a tanítványaidat, hogy gyógyítsák meg, de nem tudták. Ó, hitetlen és elfajult nemzetség! Meddig leszek veletek, és tűrlek titeket? Hozd ide a fiad.
taníts meg minket imádkozni, ahogy János tanította követőit. Így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg a vétkeinket, mert mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és az ajtó megnyílik előttetek. Mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál. És az ajtó az zörgetőnek megnyílik. Melyik apa az közületek, aki a fiának kígyót ad, amikor az halat kér? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad? Ti gonosz létetekre is tudtok jó dolgokat adni nekik. Mennyivel inkább ad a mennyei atya szent lelket azoknak, akik kérik? Mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok az étel és a ruha felől, mert több az élet, mint az étel, és a test több, mint a ruha. Nézzétek a hollókat! Nem vetnek, nem aratnak, nincs kamrájuk, csűrjük. Isten táplálja őket. Mennyivel többet értek ti, mint ők? Meghosszabbíthatod-e az életed, ha aggodalmaskodsz? Ha a kicsin nem segíthetsz, kár aggódnod a nagyért. Nézzétek a liliomokat, ahogy nőnek. Nem fonnak, nem szőnek. De Salamon király teljes díszben nem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Ha Isten így öltözteti a mezőfüvét, amit holnap tűzre vetnek, mennyivel inkább ruház titeket? Ó, kicsiny hitűek! Növelt hát a hitünket. Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, és azt mondanátok ennek a fának, szakadj ki gyökerestül, és ugorj a tengerbe, megtenni! Bűnre csábítanak titeket. De jaj annak, akitől az jön. Jobb volna annak, ha követ kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék. Mint hogy a kicsinyek közül egyet is bűnbe vigyen. Mihez hasonlítható Isten országa? Hasonló ahhoz, mint amikor valaki egy mustármagot elvet a kertjébe. A palánta nő, fává lesz, és a madarak fészket raknak az ágain. Nem, én nem értem, hogy miről beszélsz. Miért ezzel iszol együtt vámszedőkkel és egyéb bűnösökkel? Mondd, miért? Nem az egészségesnek van szüksége orvosra, hanem a betegnek. Nem azért jöttem, hogy a jókat hívjam megtérésre, hanem a bűnösöket. Tanító, beszélj nekünk még egy kicsit az Isten országáról. Ne félj, kicsinyke nyáj. Mert atyátok nektek adja az országot. Adjatok el mindent, és a pénz legyen a szegényeké. Szerezzetek erszényeket, amik nem avulnak el, és gyűjtsetek mennyei kincset, elfogyhatatlant, amit a tolvaj el nem lophat, és a moly meg nem emészt. Ott lesz a szívetek, ahol a kincsetek. Asszony, megszabadultál a bajodtól.
az urat! 18 éve viselte, Isten áldjon meg, Rabbi! 6 nap van, amikor dolgozni kell. Azokon a napokon gyógyítassátok magatokat, de ne szombaton! Álszentek! Ti nem oldjátok el az ökröt, a szamarat a jászoltól, hogy inni adjatok neki szombaton! Hát ezt a leányát Ábrahámnak, akit a sátán ma 18 éve megkötözött, nem kellett volna feloldani szombaton? Jó mester, mit tegyek, hogy örök életet nyerjek? Miért hívsz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Tudod a parancsolatokat, ne paráználkodj. Ne ölj, ne tanúskodj hamisan. Tiszteld anyádat és apádat. A parancsolatokat én mindig tiszteletben tartottam. Van még valami, amit tenned kell. A vagyonodat oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Akkor gyere és kövess engem. De mi kereskedők vagyunk, és gazdagok. Mély nehezen mennek a gazdagok az Isten országába. Nehezebb nekik az Isten országába jutni, mint a tevének a tűfokán átmenni. Akkor ki üdvözülhet? Ami az embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. Valójában hol van hát Isten országa? Isten országa nem látható módon jön el. Nem mondhatjuk, nézd, ott van, vagy itt van. Az Isten országa bennetek van. Eljön az idő, amikor kívánnátok, hogy lássátok az ember fia napjait, de nem adatik meg. Úgy jön majd el az ember fia, ahogyan a villámlás bevilágítja az eget az egyik szélétől a másikig. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és megalázzák e nép fiai. Ég és föld előbb elmúlik, mint hogy a törvény legkisebb részlete be ne teljesedne. Sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látták. Hallani, amit ti hallottok, de nem hallották. Mit cselekedjünk? Mit mondanak az írások? Hogy magyarázzátok azokat? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és minden gondolatoddal. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Jól mondod. Ezt cseleked és élsz. De ki az én fele barátom? Nem azok a katonák. De nem is a császár. Bizony nem. Az bizony. Egyszer egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók támadták meg. Kifosztották, megverték és félholtan otthagyták. Történetesen arra ment egy pap. Amikor meglátta a földön fekvő embert, átment a másik oldalra. Később arra ment egy lévita is. Ránézett, aztán ő is elment mellette. Egy megvetett szamaritánust is arra vitt az útja. Amikor észrevette a férfit, szíve megtelt szánalommal. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött a sebére és bekötözte. Aztán a szamarára ültette és elvitte egy vendégfogadóba, hogy ott viseljék gondját. Másnap pénzt adott a tulajdonosnak, hogy gondozza a beteget. Majd ha visszajövök, mondta, megfizetem, amit még ráköltöttél. Hármuk közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? Az, aki jó volt hozzá. Ti is úgy cselekedjetek. Engedjétek hozzám jönni a gyerekeket. Ne tiltsátok. Hiszen az övék az Isten országa. Mert higgyétek el, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, nem mehet be abba. Aki gyermeket fogad be az én nevemben, engem fogad be. Aki befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. A legkisebb köztetek a legnagyobb.
történik? Mi van ott? A názáreti Jézus megy át erre. Dávid fia, kérlek, könyörülj rajtam! Mit kívánsz tőlem? Mondd. Újra látni szeretnék. Akkor láss, a hited megtartott. Látok. Látok. Újra látok! Jöjj le onnan, Zakeus! Ma a te házadban megyek. Az én házamban? Figyeljetek! Odaadom a vagyonom felét a szegényeknek. És ha valaha valakit közületek becsaptam, visszafizetek neki 4-szer annyit. Ez nem lehet igaz. Egy adószedő, aki visszaadja az adót. Hihetetlen. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mert ő is Ábrahám elveszett fia volt. Azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam az elveszetteket. Jól figyeljetek. Jeruzsálembe megyünk, ahol minden, amit az ember fiáról prófétáltak, beteljesedik. Pogányok kezére adják, kigúnyolják, leköpik és megkorbácsolják, és végül megölik. De harmadnapon feltámad. Jézus elindult, és Jeruzsálem felé vette útját. Parancsold meg követőidnek, hogy hallgassanak! Azt mondom, hogy ha ők hallgatnak, a kövek maguk fognak majd kiáltani. Még
Bár csak a békesség útját választottad volna, de nem tetted. Jön az idő, amikor az ellenségeid körülötted sáncot húznak, bekerítenek és a földre tipornak, és e falakon belül elpusztítanak téged és gyermekeidet. És akkor kőkövön nem marad, mert visszautasítottad a lehetőséget, amit Isten adott. Hallottam, már sokan köszöntötték őt, mint királyt. Mint királyt? Király ám a koldusoknak és a tolvajoknak. Láttunk már ilyet eleget. Rajonganak értük, aztán elfelejtik őket. Mindig ez történik. Ne légy vak. Követői naponként szaporodnak. A tömeg csodája. És királynak tartják. Figyelmeztetlek benneteket. Titeket teszlek felelőssé, hogyha ez az ember továbbra is zavart kelt. Talán igaza van. Ideje szembenéznünk a galileaival. Mivel Jézus a farizeusokat és az írástudókat erősen támadta, egyre több követőre talált a zsidók között. De ellenségei is többen lettek. Mondom nektek! Ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más! Mert a többiek feleslegükből adtak az Istennek ajándékot. Ő azonban mind odaadta, ami szegénységéből telt. Mondd csak, milyen jogon mondod mindezeket? Ki hatalmazott fel? Hadd kérdezzek én is valamit. János Istentől vagy embertől kapta a jogot, hogy kereszteljen? Válaszoljunk neki. Ha azt mondjuk Istentől, erre azt feleli. Nem hittetek Jánosnak? Ha meg azt mondjuk az embertől, ez a tömeg megkövez minket. Mindannyian hisznek abban, hogy János proféta volt. Nem tudjuk, hogy honnan kapta. Akkor én sem mondom meg, hogy én milyen joggal cselekszem. Egyszer egy ember szőlőt ültetett, és bérbeadta azt. Majd hosszabb időre elutazott. Amikor eljött a szőlőérés ideje, elküldött egy szolgát a bérlőkhöz, hogy adják neki a termésből az ő részét. De azok megverték a szolgát, és üres kézzel küldték vissza. Aztán másik szolgát küldött. A bérlők azt is megverték, meggyalázták, és üres kézzel küldték vissza. Egy harmadikat is küldött. Ezt is sebesre verték és kidobták. Most a gazda így gondolkodott magában. Mit tegyek?
Elküldöm kedves fiamat. Őt csak megbecsülik majd. A bérlők azonban a fiú láttán így bíztatták egymást. Ez a tulajdonos fia. Öljük meg, és miénk lesz az örökség. Folytasd, uram. Kidobták a szőlőből, és megölték. Vajon mit tesz a szőlő ura ezekkel a szőlőművesekkel? Eljön és megöli őket, és a szőlőt másoknak adja. De ők sosem tennének ilyet. Mit jelent akkor ez az írás? A kő, amit az építők elvetettek, az a kő lett a legfontosabb. Aki e kőre esik, összezúzza magát. És akire ez a kő ráesik, azt nyomban szétmorzsolja. Tanító, tudjuk, hogy az igazságot hirdeted és tanítod. Nem nézed az emberek szemét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Mondd hát, szabad-e adót fizetnünk a császárnak, a római császárnak, vagy nem szabad? Vigyázz, uram, hogy mit válaszolsz! Mutassatok egy ezüst pénzt. Kinek az arca és neve van rajta? A császár! Adjátok meg hát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Közeledett a kovásztalan kenyér ünnepe, a húsvét. Jézus elküldte Simon Pétert és Jánost, hogy készítsék el a húsvéti vacsorát. Szenvedéseim előtt veletek akartam megenni ezt a húsvéti vacsorát. Nem eszem addig, amíg ez a jelkép Isten országában be nem teljesedik. Áldott vagy, ó Úristen, a világ mindenség királya, aki szőlőt nevelsz a tőkén. Vegyétek és osszátok el magatok között. Ahogy mondtam, nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa. Áldott vagy, ó Uram Istenem, a világ mindenség királya, aki kenyeret adsz a földön. Ez az én testem, amit értetek adok. Ezt az én emlékemre egyétek. Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek ontok. De nézzétek, az áruló keze is rajta az asztalon. Az ember fiának meg kell halnia, de jaj annak, aki engem elárul. Elárulni téged? Hova gondolsz, uram? Ez nem. Közülünk senki nem árulhat el téged. Bízzál bennünk, uram. Ez nem történhet meg. Ez lehetetlen. Uram, ki az? Mondd meg. A legnagyobb közöttetek olyan legyen, mint a legkisebb. És a vezető, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalhoz ül, vagy az, aki felszolgál? Az, aki az asztalhoz ül. Mert hisz, én is szolgállak benneteket. Ti mindvégig kitartottatok mellettem.
és ahogy az én atyám nekem adta az uralmat, úgy adom én azt nektek. Asztalonnál esztek és isztok az én országomban. És trónon ülve ítélkeztek majd Izrael 12 törzse felett. De akkor nincs köztük áruló. Simon, Simon, íme. A sátán hatalmat kért magának fölöttetek, hogy megrostáljon benneteket, mint a földművesek a búzát. Imádkoztam érted, Simon, hogy a hited el ne fogjon. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet. Uram, én kész vagyok veled a börtönbe menni, és meghalni, ha kell. Péter, mielőtt a kakas megszólal, háromszor letagadod, hogy ismersz engem. Amikor elküldtelek Erszény és Saru nélkül, volt-e valamiben hiányotok? Nem, semmi. Most azonban, akinek van erszénye, vegye elő, és akinek nincs kardja, adja el a köpenyét és vegyen. Mondom nektek, gonosztevők közé számítanak, és a sorson beteljesedik. Be kell következnie annak, amit az írás mond. Nézd, itt van két kard, uram. Elég. A főtanács összeült, és azon tanakodtak, hogy hogyan veszítsék el Jézust. Akkor a sátán megszállta Iskariótes Júdást, aki a 12 közé tartozott. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Vedd el tőlem ezt a poharat, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Egy angyal jelent meg a mennyből, hogy erősítse őt. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. Fiát. Ura! Hantokráncsuk ellenük! Elég volt!
Úgy jöttök ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Amikor nap mint nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek kezet rám. De ez a ti órátok. A sötétség hatalmái. Vigyétek el! Vigyázzatok rá! Ez az ember is vele volt. Asszony, hisz nem is ismerem őt. Én együtt láttam őket. A te alázatos szolgáid vagyunk. Na, milyen érzés felnézni valakire? Te is közülük való vagy. Én ugyan nem. Most már biztos, hogy őt láttam együtt Jézussal, hiszen ő is galileai. Menj innen! Fogalmam sincs, hogy miről beszél szegény. Jézus megfordult, és Péterre nézett. Akkor Péternek eszébe jutott, amit az Úr mondott neki. Mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem. Urunk, imádunk téged, aki hatalmad nagyságával fenntartasz mindeneket. Aki megbocsátottál atyáinknak, amikor fellázadtak szent igéid ellen, aki joggal elpusztíthattad volna őket, de nagy szeretetből mégis megtartottad őket. Ó, jóságos Istenem! Mondd, ki ütött meg? Profétálj! Ki lesz a következő, ne? Elég. Elég, ha mondom. Hozzátok a tanács elé. Adulj! Mondd meg, te volnál a messiás? Ha megmondom is, nem hisztek nekem. Ha kérdezlek benneteket, nem válaszoltok nekem. De mostantól fogva az emberfia ott ül a mindenható Isten jobbján. Te vagy hát az Isten fia. Magad mondod, hogy én vagyok.
Mi magunk hallottuk, hogy mi mindent van. Vigyük Pilátushoz. Elvezették Jézust Poncius Pilátus elé, aki az egyik legkegyetlenebb római helytartó volt. Ezrek és ezrek kivégzését rendelte már el. Miért zavartatok fel ilyen korai órában? Mert az az ember megront minket és a népünket. Nagy botrán csinált a templomi vásáron. Mi lesz a büntetése? Ítéld el! Ez nem elég ok arra, hogy elítéljem ezt az embert. Mi bűnösnek találtuk. Azt mondta, hogy nem kell adót fizetnünk a császárnak. Azt állítja, hogy ő a messiás és a király. Király? Te vagy a zsidók királya? Magad mondod. Galileában kezdte, és most ide is eljött. Galileában? Hát ezek szerint galileai. Mert ha igen, vigyétek Heródeshez. Éppen itt van Jeruzsálemben. Vigyétek el hozzá! Kinek nevezed magad? Na, és kik a tanítványaid? Azt beszélik rólad, hogy csodákat művelsz. Mutass hát nekem is valamit. Uram, ez az ember megrontja a népet. Azt hirdeti, hogy ő a király. Hogy ő? Király? Felséges uram. Kapja, amit érdemel! Vigyétek vissza Pilátushoz. Hozzá tartozik. Ez az ember semmi olyat nem tett, amiért halált érdemel. Megkorbácsoltatom hát, és szabadon engedem. Módodban áll valamelyik bűnösnek kegyelmet adni ezen az ünnepen. Add hát nekünk Barabást. Őt pedig ítéld el. Korbácsoljátok meg! Miért kínozzátok őt? Semmit sem tett! Come on.
Vigyétek el! Simon vagyok, uram. Te viszed tovább. Siratunk téged, uram. Így áll. Így áll. Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok. Sirassátok magatokat és a gyermekeiteket. Mert vajon mi lesz a sorsa a kiszáradt fának, ha a zöldelővel is ezt teszik? Isten segítsen. Imádkozunk érted. Stop!
Bocsáss meg nekik, atyám. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. Másokat megmentettél. Most mentsd meg magadat is. Ha te vagy a messiás, gyere le a keresztről. Mentsd meg magad. Most tégy csodát. Ez lenne a csodatevő varázsló talárja. Hé, hey, vigyázzatok! Ne térjétek szét! Adjátok nekem! Mondok valamit! Vessünk kockát! Rendben van! Na. Azért a köpeny, aki nyer! Gyerünk, kezdjétek! Yeah, szerencsés fickó! Mit csinálsz vele? Meg magad, ha te vagy a zsidó királya. Messiás! Menjd meg magadat és minket! Nem félsz Istentől, hisz te ugyanazt a büntetést szenveded, de ő semmi rosszat nem tett. Emlékezz rám, Jézus, mikor eljön az uralmad. Ígérem, hogy még ma a paradicsomban leszel velem. A 6. óra körül sötétség támadt az egész földön, és egészen a 9. óráig tartott. A templom függönye középen ketté hasadt. Atyám!
gyülekezetbe. Teszem le a lelkemet. Dicsőség Istennek! Ez az ember valóban igaz volt. Egy József nevű derék és igaz férfi, aki tagja volt a tanácsnak, de nem értett egyet a határozattal, elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét, hogy eltemethesse. Bocsáss meg, követtük az Úr testét. Isten hozott benneteket, de gyertek, a szombat közeledik. Vasárnap kora hajnalban az asszonyok kimentek a sírhoz, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. Miért keresitek az élőt a halottak közt? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt. Az emberfiának a bűnösök kezébe kell kerülnie. Fölfeszítik, de harmadnapra föltámad. A sír előtt, és amikor bementünk, már nem volt ott az Úr teste. Eltűnt. Ez lehetetlen. Az nem. Két férfi jelent meg nekünk. Angyalok, fénylők, mint a nap. Így szóltak. Miért keresitek az élőt a halottak közt? Így történt. Nem. De hová tűnt a holt teste? Elképzelhetetlen. Láttuk az angyalokat. Menjetek és győződjetek meg róla ti is, hogy a sír üres. A mi urunk eltűnt. Higgyetek nekünk! Thank you.
Az úr valóban feltámadt. Megjelent Simon. Mi nem ismertük fel. Az úton még nem. De amikor megtörte a kenyeret, akkor igen. Emmausban. Milyen különös, hogy oda ment? Békesség nektek. Miért ijedtetek meg? Miért támad kétség bennetek? Nézzétek, a kezem és a lábam. Győződjetek meg róla, hogy én vagyok az. Tapintsatok meg és lássátok. A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Erről beszéltem nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak. Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, de harmadnapon feltámad a halálból. És az ő nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek, Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok mindennek. Atyám ígéretéhez híven elküldöm rátok a Szent Lelket. Maradjatok a városban, míg a Szent Lélek ereje be nem tölt titeket. Az Úr áldjon meg benneteket. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát. Tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Arra tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A sír, amelybe Jézus testét helyezték, üres. Három nappal keresztre feszítése után feltámadt. Jézus él, és az életed része akar lenni. Ő mondta. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, ha meghal is, él. Majdnem 2000 év telt el azóta, hogy Jézus föltámadta a halálból. Ma is él, és napjainkban is az ő hatása a legnagyobb és legerőteljesebb a világon. A történelem során egymást váltották a büszke államférfiak, uralkodók, feltalálók, tudósok, filozófusok és teológusok. De Jézus ma is él. Nála rendkívüli személyiség nem született. Hisz már a születése is rendkívüli. A Biblia azt tanítja, hogy az édesanyja Szűz Mária volt. Rendkívüli volt az egész élete is. Természet fölötti volt az élete és a lénye. Szent életet élt és soha nem vétkezett. Nagyobb csodákat művelt, mint bárki más. Tanítása is egyedülálló. Szeretetet hirdet és bűnbocsánatot. Új életformát kínál mindazoknak, akik elfogadják őt megváltójuknak. Akihez eljutottak tanításai, az új életet, új reményt, új életcélt kapott. Egyedülálló volt a halála is. 2000 évvel ezelőtt a világegyetem Istene elküldte egyszülött fiát, Jézus Krisztust, áldozatul az emberiség bűneiért. Krisztus érted halt meg. Föltámadása is rendkívüli volt. Három nappal a halála után következett be a történelem legbámulatosabb eseménye.
Jézus föltámadt a halálból. Születése, élete, halála és föltámadása egyaránt azt bizonyítja, hogy Jézus Krisztus csak ugyanaz, akinek mondta magát. Isten fia, az emberiség megváltója. Jézus Krisztus ma is él. Életed részévé akar válni. Bűn bocsánatot akar adni, és erőt, hogy teljes életet élj. Figyelj a szavaira. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt roskadtok. Én nyugalmat adok nektek. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. A Biblia mondja, mindenki vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Azt is mondja, a bűn következménye a halál, de az Isten ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, Urunkban. Amikor Jézus meghalt, megfizette a bűneidért járó büntetést. Most arra kér, hogy fogadd be az életedbe. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Aki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek. Ahhoz, hogy átéld Isten szeretetét, bűnbocsánatát és hogy örök életed legyen, úgy kell, hogy fogadj Jézust, mint Isten áldozatát a te bűneidért. Csak a hit által hívhatod őt az életedbe. Ha be akarod fogadni őt, mondd el ezt az imát hittel, és Jézus belép az életedbe. Így szól az ima. Uram Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Kinyitom életem kapuját, és befogadlak téged, mint Uramat és megváltómat. Te irányítsd az életemet, tégy olyanná, amilyen te akarod, hogy legyek. Amen. Ha ez az imádság kifejezi a gondolataidat, mondd el most, ott, ahol éppen vagy. Mondd utána magadban mondatonként. Uram Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Kinyitom életem kapuját, és befogadlak téged, mint Uramat, megváltómat. Te irányítsd az életemet, tégy olyanná, amilyen te akarod, hogy legyek. Ámen. Most, hogy elmondtad ezt az imát, és hívtad Jézus Krisztust az életedbe, biztos lehetsz abban, hogy meghallgatott, mivel ő maga ígérte, hogy mindaz, aki kér, kap. Abban is biztos lehetsz, hogy bűneidet megbocsátotta, hogy Isten gyermeke vagy, és hogy örök életed van. Ha azt akarod, hogy teljes és tartalmas életed legyen, olyan, amilyet Jézus ígért, beszélj vele minden nap imádságban. Olvasd a Bibliát, és felfedezed benne, milyen nagyszerű terve van veled Istennek. Keresd meg azokat, akik ugyanúgy szeretik és követik őt. Ne felejtsd el, amit ígért. Nem hagylak el téged, és nem maradok el tőled. Veled vagyok minden nap, a világ végezetéig.